Nem volt még 29 éves, mikor tragikus körülmények között elhunyt a világ egyik legjobb kosárlabdázója, Drazen Petrovic. A játékos életében is azóta is a kosárlabdázó fiatalok egyik kiemelkedő példaképe volt és maradt. Emlékére 28. alkalommal rendeztek a Szekszárdi Sportközpontban kosárlabda utánpótlás tornát. A négy korosztályban vannak mérkőzések, és a szekszári csapaton kívül bátaszékieket és a bátaszéki, pécsi és nagykanizsai csapat vesz részt most ezen a tornán. Aztán ezen kívül van egy tripla dobó verseny, ami neki nagyon sok erőssége volt, mert mondom, egy kiváló játékos volt, de talán az volt az egyik legnagyobb erőssége, büntető dobó verseny. A sportcsarnok tárgyalójában Drazen Petrovic összegyűjtött relikviáiba készült kiállítás, az életéről és pályafutásáról pedig videókat tekinthettek meg az érdeklődők, valamint a résztvevő csapatok tagjai megkoszorúzták a játékos emléktábláját is. Harsányi Mária fontosnak tartja, hogy a gyerekek megismerjék a híres kosárlabdázó pályafutását és a sportban elért sikerei ösztönözzék az ifjúságot arra, hogy érdemes keményen dolgozni a pályán is a siker érdekében.